Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét érdekességeket hoztam nektek, mégpedig a Sin City, a bűnvárosa című filmről. Kérlek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. A film első jelenete egyfajta promócióként készült el, melyet Robert Rodriguez meg akart mutatni Frank Millernek. Tulajdonképpen a rendező ezzel a részlettel szerette volna meggyőzni Frank Millert, hogy képes képregényét megfelelőképpen adaptálni. Robert Rodriguez úgy nyilatkozott, hogy a filmet nem tartja adaptációnak, sokkal inkább egyfajta átfordításnak. Pont ezért a Sin Citynek nincs forgatókönyvírója, ebben a tekintetben teljes mértékben a képregényt vették alapul. Frank Miller nem csak írói, hanem társrendezői kreditet is kapott a filmben. Ehhez Robert Rodriguez ragaszkodott. Az amerikai rendezők szövetsége ezt nem akarta engedélyezni, ezért Rodriguez kilépett belőle. Ezért elveszítette következő munkáját, mely a John Carter rendezése lett volna. Rodriguez egy dollárért vállalta, hogy zenéket készít a Kill kettőhöz. Cserében Tarantino ugyanezért az összegért rendezett egy jelenetet a Sin City-ben. Ez az a rész volt, ahol Clive Owen beszélget az akkor már halott Benicio del toro -val. A jelenet felvételéhez Tarantino először egy igazi autót akart használni, de Rodriguez figyelmeztette, hogy ez nem jó ötlet. Végül néhány felvétel után Tarantino beismerte, hogy igaza volt. Mihó kardja Tarantino személyes gyűjteményéből származik, amit a Kill Bill forgatásán használtak. Jessica Alba, amikor aláírta a szerződést, nem tudott semmit Nancy karakteréről. Azt csak a forgatókönyv elolvasása után realizálta, hogy van mesztelen jelenete a filmben. Ezeket azonban nem vállalta, de a rendezős Frank Miller úgy döntöttek, hogy végül is nincs is rájuk szükség. A színésznő több striptíz is ellátogatott, hogy felkészüljön a szerepre, de később úgy nyilatkozott, hogy csak azt tanulta meg, hogy szerezzen több borravalót. Amikor Jessica Alba megtudta, hogy Nancy striptíz táncos nő, nem örült ennek. Azonban úgy döntött, hogy amennyiben a meztelenség mellőzhető, nem bontja fel a szerződését. A színésznő sosem vállal meztelen jelenetet, és ez leginkább annak köszönhető, hogy nem szeretné, hogy nagyszülei így lássák a vásznon. A film szerkezete megengedte, hogy a legtöbb jelenetet egymástól teljesen függetlenül rögzítsék. Így nagyon sok színész volt, aki nem is találkozott kollégájával a szetten. Például Elijah Wood és Mickey Rourke csak a premiéren futottak össze. Van a Sin egy jelenet, amikor Marv és Wendy elmennek Nancy lakására. Amikor ezt rögzítették, Jessica Albát még nem kasztingolták Nancy szerepére. Így a végső változatban ügyes vágásokkal és trükkökkel oldották meg, hogy Jessica Alba is ott legyen a lakásban. A sárga dög szerepére az alkotók Leonardo DiCaprio-t szerették volna meggyőzni, de visszautasította a felkérést. Hartigan szerepére felmerült Michael Douglas, illetve Matt Dillon. Eredetileg a filmben szerepelt volna a backstory is. Azt is tudjuk, hogy a történet főszereplőjének Johnny Deppet nézte ki, Robert Rodriguez. Végül úgy döntöttek, hogy ezt a történetszálat kihagyják az első filmből. Mivel a rendező Frank Miller összes Sin City képregényét meg akarta filmesíteni, úgy gondolta, hogy ezt a sztorit egy későbbi moziba rakja bele. Végül a második rész sikertelensége keresztül húzta terveit. Johnny Depp neve felmerült Jackie fiú karakterével kapcsolatban is, de végül is a színész nem tudta elvállalni. Az egyik nap, amikor szünetelt a forgatás, a helyi nightclubban Robert Rodriguez rockkoncertet szervezett. Az estét saját zenekara nyitotta, majd utána fellépett Bruce Willis is a bandájával. A koncerten részt vett a kamera által homályosan című filmstábja is, akik a környéken forgattak. Az este összes bevételét jótékony célokra ajánlották fel. Eredetileg a direktor Hans Zimmert kérte fel, hogy készítse el a film muzsikáját, de nem tudta elvállalni, mert épp a Batman kezdődiken dolgozott. A Kill Bill forgatásának záró bulián találkozott Michael Madsen és Robert Rodriguez. A színész rákérdezett, hogy miért nem szerepeltem még egy filmetben sem. Mire a direktor úgy válaszolt, hogy most fogom forgatni a Sin és Bob szerepére még nem kasztingoltunk senkit. Michael Madsen ennek köszönhetően játszhatta el a karaktert. Az egész filmet zöld háttér előtt vették fel, de néhány díszletet felépítettek. Ilyen volt például a bár, Hartigan cellája, illetve a kórház. A Sin City első 20 másodperces promójában Bruce willis láthattuk, illetve a hiányos öltözetű Jessica Albát. A direktor eredetileg nem szerette volna, hogyha Benicio Del Toro sminket viselne a forgatás során. Végül erről a színész, illetve Tarantino győzték meg. Frank Miller, a képregény alkotója, papként kameózik a filmben. Bruce Willis balkezes, de mivel Hartigan a képregényben jobbkezes, ezért így alakítja a filmben a karaktert. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Sin remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtaláltod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!